A 6 hetes akció idején az észak-alföldi régióban több mint 1000 ellenőrzést végzett az adóhatóság, amelyből szinte minden 5-diknél feltártak valamilyen szabálytalanságot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsősorban a szépségiparban, a személyszállításban dolgozó vállalkozásokat, illetve a szezonális árusokat vizsgálták. Az esetek többségében most is a számlaadás elmulasztása volt a legfőbb hiányosság. A személyszállítás ellenőrzésénél azt kell mondanunk, hogy a megállapítások aránya több mint 66%-os volt, illetve a szépészeti iparban is közel fele nem adott nyugtát a vállalkozásoknak, illetve valamelyest javulás is tapasztalható, hiszen ha az összességében nézzük az ellenőrzések arányát, akkor azt mondható, hogy 5%-kal kevesebb megállapítási arányt tett most az idén az adóhivatal, mint az előző években. A számla, illetve nyugtaadási fegyelem megszegése akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható, és nem csak a vállalkozások, hanem az alkalmazottak számára is. Az ellenőrzések során mintegy 30 millió forintos bírságot szabott ki az adóhatóság. A régió egész területén több mint 1000 vizsgálatot folytattunk le. Ebből az a tapasztalat, hogy majdnem minden 5. vizsgálat végződött valamilyen megállapítással, illetve 26 millió forint bírságra számíthatnak majd a vállalkozások. A 6 hetes akció során a vándor cirkuszokat is vizsgálták. Az egyik cirkusz jegypénztárának ellenőrzésekor a próbavásárlás után derült ki, hogy a kiadott jegyek ugyan szabályosak voltak, ám az eladott belépőkből származó bevétel, valamint a címletjegyzékben szereplő összeg nem egyezik. Sőt, a betéti társaságként üzemelő cirkusz beltagja a napi bevételből 1 millió forintot úgy vett ki, és vitt el, hogy annak dokumentálása szintén nem történt meg. A társaság semmi ilyen nyilvántartást nem vezetett a pénzállomány változásáról.